Mezőgazdaság. Aggódnak a gazdák az enyhe tél miatt. Begyűjtés. Elkezdték összeszedni a karácsonyfákat Kaposváron. Kiállítás. A házasulandókat várták Kaposváron. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Aggódnak a gazdák az enyhe tél miatt, a tavaszias időjárás miatt tovább szaporodnak a kór és károkozók a terményekben, így a búza is veszélyben van. Emellett hiányzik a termőföldekről a tartós hótakaró, amely egy esetleges hirtelen fagytól megvédeni a gabonafélét. Ezen a táblán látjuk azt már, hogy 20 hektáron ilyen állapotban van a búza január 11-én. Szépen fejlődik a búza a Somogy megyei Andocs határában. Tavaly 6 tonnányi gabona termett ezen a területen. A szélsőséges időjárás miatt azonban kérdés, hogy idén is sikerül-e ezt a mennyiséget learatni. A hótakaró az nagyon hiányzik, hogy ezért a növényeket ettől a szélsőséges időjárástól megvédeni a hótakaró. Az sajnos nincs. A búza mellett napraforgót, árpát és kukoricát is termeszt Pacs László. Mint mondja, az időjárás minden évben feladja a leckét a gazdák számára. Az enyhe tél miatt elszaporodhatnak a kártevők, amelyek megtizedelhetik a terményt. Ettől is függ, hogy milyen áron tudják majd eladni a gabonaféléket. Úgy néz ki, hogy stabilan magasan maradnak, de ezzel szemben azért az input anyag is nagyon erősen emelkedett, főleg a műtrágya, de az egyéb növényvédőszerek, minden egyéb emelkedett. Nyilván az időjárás fogja azért eldönteni azt, hogy jövünk ki ebből, mert nyilván csapadékra szükség van, ami az ősz folyamán is azért nem volt túl sok, de hát most elegendő, tehát télbe úgy mentek az őszi növényeink, hogy azért jól néztek ki. Hát most ez az időjárás egy kicsit megviseli őket, hogy egyik héten plusz fok van 10-ben, a másik héten ugyanennyi mínusz. Most még pihennek a gépek ebben a Magyar Atárdi Szövetkezetben is. Lackovics Sándor azt mondja, a tavalyi terméshozammal elégedettek lehetnek. A kukoricán kívül minden termény minőségben és mennyiségben is kiváló lett. A búza is hozta 6,6 tonnáját, nagyon jó minőségben, jó áron tudtuk értékesíteni. A napraforgó meglepetést okozott, hál' Istennek, 3,6 tonna, holott nem számítottunk rá. A kukorica az, ami nem jól jött be, a kukoricánál tulajdonképpen felett termett meg, mind az előző évben. Előző két évben 12-13 tonnás termésünk volt, tavaly pedig 6,5. A gazda szerint a kártevők elleni védekezés sok tartalékukat fogja majd felemészteni. Megint csak a pénztárcánkat kell kinyitani, mert tulajdonképpen a kór és károkozók nem szelektálódnak, az a populáció nem fog szelektálódni ilyen időben, mert nagyon túlélik ezt az időjárási viszontagságukat. A tavaszi munkák február végén kezdődnek a termőföldeken, a gazdák első körben a növényvédelmet kezdik majd meg. A tervek szerint márciusban újra nyitja az ültetvények telepítését támogató felhívást az Agrárminisztérium, jelentette be Nagy István. A miniszter emlékeztetett, 2021-ben 15 milliárd forint keretösszeggel hirdették meg. A gazdák több mint 20 milliárd forintos igényt nyújtottak be. Most mintegy 2500 hektár új, intenzív gyümölcs, valamint 1700 hektár gyógynövény ültetvény létrehozását tervezik az érintettek. A tárcavezető azt is kifejtette, alapvetően változatlan feltételekkel lehet forrást igényelni, ez legfeljebb 500 millió forint lehet. Részletek a www.pályazat.gov.hu oldalon lesznek. Az 5000-nél kevesebb lakosú településeken működő civil szervezetek is pályázhatnak a Magyar Falu programban. Ezt Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos jelentette be. A keretösszeg 5 milliárd forint, 4 célra lehet benyújtani a kérelmeket. Ingatlan beruházásra, felújításra és gépjármű beszerzésre 7 millió forint, eszközbeszerzésre és programszervezésre pedig maximálisan 2-2 millió forint támogatást lehet igényelni. Ebben az évben már 14 pályázati kiírás és felhívás áll nyitva. A Bethlen Gábor alapkezelő ZRT honlapján, a kormányzati portálon és a Magyar Falu program internetes oldalán lehet tájékozódni.
A koronavírus járvány ellenére is erősödött a gazdaság, ezért tovább lehet növelni a béreket, a támogatásokat és csökkenteni az adókat. Erről Gelencsér Attila beszélt egy rádióinterjúban. Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője emlékeztetett, január 1-től a minimálbér 200 ezer forintra, a szakmunkás minimálbér pedig 260 ezer forintra nőtt. Ez háromszoros növekedés a kormányzás kezdetéhez képest. Azt is hozzátette, emelkedik a bölcsődei dolgozók, a tanárok, az óvónők, a kulturális és szociális ágazatban, valamint a rendvédelemben dolgozók, a katonák bére is. Kiemelte, 17-ről 13%-ra csökken a munkaközterhe. A politikus szerint a magyar vállalkozásoknak így nagyobb mozgástere lesz abban, hogy magasabb fizetést adjanak. Egy nap alatt 3382 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 69, többségében idős, krónikus beteg. Összesen 2932 ember tápolnak kórházban, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen. Somogyban 92-vel több a beteg, mint egy nappal korábban. A megyében eddig 41.318 esetről tudnak. Már több mint 6.294.000-en kaptak oltást, 3.292.000-en pedig már a harmadik vakcinát is felvették. Közben folytatódik az oltási akció, csütörtök és péntek délután, valamint szombaton ismét előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni a kórházi oltópontokra, a kijelölt járásközponti szakrendelőkbe. Reggel megérkezett a harmadik szállítmány Pfizer vakcina a gyermekek oltásához. Megkezdődött Kaposváron a fenyőfák begyűjtése. Hulladékgazdálkodás autói kedden egész nap járták a megyeszékhely utcáit, hogy a kitett fákat beszállítsák a hulladékkezelő központba, ahol darálást követően komposzt készül belőlük. Legközelebb január 25-én szállítják el a lecsupaszított karácsonyfákat Kaposváron. Több autóval gyűjtötték be a kitett fenyőfákat a megyeszékhelyen. A hulladékgazdálkodás munkatársai egész nap járták a város utcáit. A szokásos dolgokat kérnénk a tisztelt lakosságtól, szedjenek le mindent a fenyőfáról, ami nem komposztálható, ami nem organikus, beleértve a papírcsomagolást, szaloncukroncsomagolást, díszeket, égőket, gyertyamaradványokat. Csupaszítsák le a fát amennyire lehet, és helyezzék ki a járat útvonalába, úgyhogy ne zavarja a forgalmat. Arra kérik továbbá a lakosságot, hogy a 7-10 cm-nél nagyobb törzsát mérőjű és a 150 cm-nél magasabb fenyőfákat darabolva, összekötve vagy zsákokban helyezzék ki. Tavalyi évben a két alkalommal közel 50 tonna zöld hulladékot, illetve fenyőfát gyűjtöttünk be. Arra számítunk, hogy nagyjából egy járatunk kettőt fordul egy nap, és kb. 5 tonnát gyűjtenek egy alkalommal. A begyűjtött fenyőket ide a kaposvári komplex hulladékkezelő központba szállítják. A fenyőket ledarálják, megfelelő arányban bekeverik más zöld hulladékkal, majd komposztálják. A jó minőségi komposztot állítunk elő, idén elkezdődik a minősítési folyamat, ami azt jelenti, hogy a hulladék körből kikerül, és remélhetőleg év vége fele már értékesíteni is fogjuk tudni a piacképes komposzttermékünket. Kaposváron legközelebb január 25-én gyűjtik be a kidobott, lebontott fenyőfákat. Libazsír termékeket vont ki a forgalomból a Hungarofett 09 Kft. A gyártó a 200 g-os Primfett, az 500 g-os Karát és a 190 g-os Grandfettet hívta vissza. A Coop, a Penny és a Spar áruházláncok forgalmazzák. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azt közölte, a zsírokban határérték feletti a dioxin és dioxinszerű mérgező vegyületek jelenléte. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy ezeket a termékeket ne fogyasszák el. A gyűrűktől a meghívókon át a köszönő ajándékokig mindent megtalálhattak az érdeklődők a hétvégi esküvő kiállításon Kaposváron. Közel 30 szolgáltató várta a párokat, köztük ruhaszalonok, éttermek és virágüzletek is. A koronavírus járvány az utóbbi két évben átérte az esküvői szokásokat. Ma már egyre ritkábbak a nagy lakodalmak, inkább a kisebb, 60-70 fős eseményeket szervezik a házasulandók. Nagyon divatosak ezek az illúzió tűre, ugye ráaprikált csipkézése, ugyanis a magát a csipkét, főleg, hogyha ilyen szép olasz csipkék vannak a ruhán, mint ami például ezen,
sokkal látványosabban kihozza a csipkézést, a csipke mienségét, a vonalat. Az idei menyasszonyi ruháknál szinte minden fazon népszerű, s továbbra sem csak a fehér szín hódít. Szerencsére a ruha bőségekben most minden divat, tehát a szűktől az egész bőig mindent szeretnek a menyasszonyok. Ami trendi, azok most leginkább ezek a letisztultabb vonalak, amit jobban kedvelnek most a menyasszonyok, ugye ami az abroncs nélküli, lágyabb, esésű, szoknyás ruhák, amit akár Balatonpartra vagy tengerparton is föl tudnak venni az esküvőjükön. Nóra és István idén augusztusban házasodik, a dátum mellett a menyasszonyi ruha is megvan már. Minden mást viszont még be kell szerezniük, ezért is érkeztek a somogyi esküvő kiállításra. Karikagyűrűt meg páromnak öltönyt, konkrétan nézni, de úgy minden nézünk szerintem. Mintegy 60 fős esküvőt szeretnének, mint a vőlegény elmondta, mindent együtt terveznek meg a nagy napra. Mind a kettőnk közösen dönt, kompromisszumokat kell kötni, de hát egyszerű, mert nagyon hasonlóak vagyunk, hasonlót szeretnénk, hasonló az elképzelésünk. A virág és helyszíndíszítésben szinte minden megvalósítható, legyen szó különleges stílusról vagy egyedi színvilágról. Az új trendek mellett a menüben azonban a hagyományosat kérik a párok. A koronavírus járvány az utóbbi 2 évben átírta az esküvői szokásokat, így ma már egyre ritkábbak a nagy lakodalmak. Inkább kisebb, 60-70 fős eseményeket szerveznek a házasulandók. A 2-300 fős esküvők azok sokkal ritkábbak, mint mondjuk régebben. Ilyen 50-60-100 fő az, ami a megszokott most inkább. Ételekben abszolút a magyarok a hagyományosat szeretik, hogyha van egy nemzetközi esküvő, ahol például vegyes a pár, ott előfordul, hogy vannak egyéni igények. Ma már egyre divatosabbak a köszönő ajándékok, ezekből is számos ötletet meríthettek az érdeklődők a somogyi esküvő kiállításon, amelyet a járvány miatt 1 év kihagyás után rendeztek meg újra Kaposváron. Előfordul, hogy esküvőszervezőt vesznek igénybe, ami egy nagyon jó dolog, hiszen minden nehézséget levesz az esküvőszervező a párok válláról, de sok pár gondolkodik úgy, hogy saját maga szervezi meg az esküvőjét. Ehhez gyűjthettek ötleteket a párok a kiállításon, amelynek megnyitóján Gelencsér Attila, Kaposvár és Zselic országgyűlési képviselője elmondta. 1986 óta nem volt olyan magas a házasodási kedv, mint most, a válások száma pedig 1958 óta nem volt ilyen alacsony. 2010-ben 35 ezeren házasodtak össze, míg 2020-ban ez az utolsó teljes éves adatunk 67 ezeren, tehát mondhatjuk közel a kétszeresére nőtt a házasságkötések száma, de ami talán még örömtelibb, 23 ezeren váltak el 2010-ben, és 2020-ban pedig csupán 15 ezeren. A gyűrűktől a meghívókon át a virágdíszítésig mindent megtalálhattak az érdeklődők a hétvégi esküvő kiállításon Kaposváron, ahol közel 30 szolgáltató várta a párokat. Mezőgazdaság. Aggódnak a gazdák az enyhe tél miatt. Begyűjtés. Elkezdték összeszedni a karácsonyfákat Kaposváron. Kiállítás. A házasulandókat várták Kaposváron. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. Az éjszaka nagyon hideg lesz, mínusz 12 fok is lehet, de mindjárt mutatjuk a részletes időjárás jelentést. Én köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra! Thank you.